A Well Hello Apu Vedd Meg című dalával gurult be a Hagymatikum felé vezető kis utcában a zenepavilonig Vágó János, aki magát Mr. Pianónak hívja. Az eredetileg népzenész muzsikus egykoron külföldi utcafesztiválokon lépett fel. Az egyik ilyen alkalommal látott egy hasonló saját lábán közlekedő zongorát, mely azonnal ámulatba ejtette és elhatározta, ő maga is készíteni fog egyet. A hangszert egy elektromos motor hajtja, melyet egy székesfehérvári rakétatűszerész készített. A zongora 135 éves, Pesten gyártották valamikor nagyon régen, és ezt már teljesen szép van szereve, újjá van építve, és csak az szól belőle, amit előzőleg följátszunk. Menet közben nem lehet rajta játszani, tehát amit előzőleg följátszottunk, az kijátsza belőle a zongora. Én meg úgy csinálok, mint hogy a zongoráznik, és egy kis sót, egy kis geget, egy kis vidámságot próbálok csalni az emberek arcára. Az UNESCO 1975-ben nyilvánította a zene világnapjává október 1-jét Yehudi Menuhin kezdeményezésére. Az emléknaphoz makói művészeti csoportok szintén becsatlakoztak, többek között a makói magánzeneiskola is. Dr. Csikata József karnagyigazgató örömét fejezte ki a világnappal kapcsolatban. Végtelenül boldog vagyok, hogy a világon ünneplik mindenfelé, és ilyenkor különböző intézmények hangversenyeket szerveznek, és mindenütt megünneplik. Én úgy gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos, mert a zenével mindenki találkozik, akár könnyű zene, vagy klasszikus, vagy komoly zene, modern zene, és az emberek ezt szeretik, és ezért nagyon jó, hogy az október 1-e van egy, a 365 napból egy olyan nap, amikor hát különösen reflektorfénybe kerül ez a dolog. Juhász Tíme a 7 éve zenél, trombitán játszik. A makói magánzeniskola tagjaként már számos nagyvárosban megfordult, Erdélytől egészen Oroszországig. Emellett azt is megosztott a stábunkkal, neki mit adott eddig a zenetanulás. Élményeket, egyértelműen az utazásokkal kapcsolatban, emberi kapcsolatokat, sok barátom van a zenekarban is, és szebbé teszi a napjaimat. A világnapon a közös zenélésen maradhatott el, melynek a zenepavilon szolgált helyszínül.